A személyi jövedelemadót érintő változások közül kiemelkedik a 25 év alattiaknak járó kedvezmény. Ez a fiatal korosztály az átlagkeresett mértékéig nem fizet át. Minden gyermekes szülő pedig, aki családi kedvezményre jogosult, február 15-éig adó visszatérítést kap a 2021-ben megszerzett jövedelméből. A magánszemélyeket és a vállalkozásokat érintő adócsökkentések összege 2022-ben elérheti hazánkban az 1500 milliárd forintot. A munkáltatók számára fontos kedvezmény, hogy január 1-től megszűnt a bérjövedelmek után fizetendő másfél százalékos szakképzési hozzájárulás. A szociális hozzájárulási adó mértéke két és fél csökkent 13 ra összhangban a minimál bér és a garantált bér minimum emelésével, és szintén 13 ra mérséklődik az ECHO is. A kisvállalati adó, a KIVA pedig 10 lesz. Az egyéni vállalkozók számára az általányadózás bevételi érték határának növekedése kedvez, amely az eddigi 15 millió forintról a mindenkori éves minimálbér tízszereséig emelkedik. Az általányadózást választó egyéni vállalkozó jövedelme adómentes az éves minimálbér felét meg nem haladó részig. A vállalkozások az otthoni munkavégzés elősegítésére költségtérítést számolhatnak el, amely legfeljebb a havi minimálbér 10%-ának megfelelő összegig adómentes a távmunkavégzésben töltött napok arányában.